1914. szeptember 19-én született Fürge Istvánné Jáksó Anna. Századik születésnapja alkalmából Anna nénit tortával, ajándékcsomaggal és emléklappal köszöntötte Makováros önkormányzata pénteken. A kiváló fizikai és szellemi állapotnak örvendő Anna néni még televízióknak is adott interjút. Fiatalkoromban az apukám gazdálkodó volt, és akkor ott kellett dolgozni. A gazdaságban mindenféle, ami egy tanyai gazdaságban van, mindent kellett csinálni. Libákra figyelni, disznókra figyelni, főzni, takarítani, és mindent csinálni. Nem azt mondom, aratásnál nem nagyon kellett segíteni, mert géppel arattak, legfeljebb csak a gép után menni, hogy vágja a kasza a manillát, amivel bekötötte a kévéket. Később azután már, mikor a szüleim elhaltak, azután itt volt a sarkon egy kis trafi, és azt kiadták egy házaspárnak, de a házaspár 5 hónap után már nagy hiánnyal zárt, mert eltároztak nála, és azután én itt voltam, nem dolgoztam, mint feleség voltam férjemnek, ugye ő órás volt. Annyit csináltam, hogy segítettem volna neki, pucoltam az órákat, azokat a nagy láncos órákat, meg fali órákat megtanultam, hogy hogy kell megpucolni, és őnek akkor már csak javítani, és összerakni kellett azokat az órákat. Azt csináltam, utána pedig itt a trafikot elkaptam, és akkor itt árultam, mint mozgóárus. Anna néni 1942-ben házasodott össze az órásmesterként dolgozó Fürge Istvánnal. Házasságukból 2 gyermekük született, majd 2 fiúnokával is megáldotta a sors. Úgynevezett öregasszony komendált házasság volt, mert nem volt udvarlás, hanem ez egy szorgalmas lány, ez egy jó fény, nem iszik, nem dohányzik. És hát a rokonok összehoztak bennünket, tehát ilyen házasság volt, nem olyan diákkori szerelmi házasság. Az idős hölgy nem csak fiatal korában tevékenykedett aktívan, de még most 100 évesen is sokat tesz-vesz a ház körül. Amit a kertben lehet ilyenkor dolgozni, ott lekötöm magamat, szeretem a kertet csinálni, az udvart söprögetem, most már meg pláne jön a dióhullás, itt vannak a nagy diófák, azért hagytam a diófákat, hogy azt nem kell permetezni, és akkor mégis van termés, és most már pedig olyan bajom van, hogy előbb a barkát kell söprögetni, később pedig a diót minden nap szedegetni, úgyhogy találok munkát. Arra a kérdésünkre, hogy mi a hosszú élet titka, nevetve csak így felelt. Mit mondjak? Dolgozni kell, és hát hál' Istennek nincs olyan komoly betegségem, a magas, a vérnyomásom sem nem túl magas, igaz, minden hónapban ellenőrzik az orvos, de így eléggé rendben vagyok. Még elég jól emlékszem, nem azt mondom, hogy nincs, amit elfelejtük, van, amit felejtek, de aránylag emlékszem.